私は間違っていたのだと。私とミアはこの混沌とした世の希望の光となって生き続けるべきですよね。Annyira közhelyes és unalmas ez a történet. És semmit mondó gagyiság. Nem is értem, tehát... A fősztoriknak legalább csavaros, fordulatos történetük van, még ha ilyen tök abszurd baromságok is történnek. Amúgy a Final Fantasy 13 trilógia, annak van nagyon idézőjelben érdekes története. Az első résznek full baromság a sztoria, tehát kiválasztott harcosok azért harcolnak, hogyha nem harcolnak és nem érik el az életcéljukat, amiről nem tudják, hogy micsoda, akkor szörnyekké válnak. És nem tudni, hogy mikor, meg mennyi idő után, vagy minek hatására, csak úgy, ha nem érik el, akkor, amikor el kéne már érni. És utána viszont ezért küzdenek, hogy elérjék az életcéljukat, de miután elérik az életcéljukat, most jön a lényeg, akkor kristályszobrokká válnak. Meg így, most mi van? Most azért küzdesz, hogy ugyanúgy meghalj. Tök értelmetlen volt. Végigvittem azt a játékot. Baromság volt az egész. Erre jött a második rész. A 13-2. Na, ott megint hülyeség volt. Időutazó sztori, gondoltam, milyen tök poén lesz a karakterek idősebb, fiatalabb változataival, vagy gyerekeivel, vagy egyebekkel. Annyira igénytelenül volt összerakva, tehát volt az első résznek a, mit tudom én, 10 karaktere. Most kimentünk, betöltött a kisétálás azért, hogy visszafussanak, és megint be kelljen tölteni, hogy vissza... Jó, nem mondok erre semmit. Na mindegy, visszatérve a 13-ra. Erre volt ez a baromság, hogy össze-vissza utaztunk, és semmi. Tehát ugyanazok a karakterek. Volt egy ilyen fiatalabb, ilyen 11-néhány éves karakter. Ő volt az egyetlen, aki felnőtt. Meg lett egy-két új karakter. Hiába utaztunk több száz évet ide-oda az időben, semmi. Én meg így, mi van? Amúgy vicces volt, tehát én azt gondolom, hogy nem hittek abban, hogy elég sikeres lesz, mert az eléggé kísérleti, ilyen akciójáték jellegű volt az első ilyen Final Fantasy. És a játék végén happy end lett. Erre a második játék úgy kezdődött, hogy retconolták az első rész végét, és akkor átírták a múltat, és hogy mégis elrabolták a főszereplőt, és akkor neki a húga lett az új karakter főszereplő. Jött mellé egy másik főszereplő. Viszont a fő sztori az nagyon tetszett. Tehát a főgonosznak a motivációja az szerintem zseniális volt. Lényeg az, hogy volt egy ilyen papnő, akinek az volt a sorsa, hogy mindig meghal fiatalon, ilyen 16-18 évesen, már nem emlékszem, és aztán reinkarnálódik, és aztán újra meghal, nem tudom miért, igazából fogalmam sincs, mi volt ott, lehet, hogy meg sem magyarázták, csak azért, mert így van, és az a ciklus. Ő meg a halhatatlan védelmezője volt. És beleszeretett, és meg akarta óvni, és tudta, hogy amíg a világ létezik, addig ez a ciklus létezni fog. Hol vannak most a többiek? Most komolyan? Hát ez... Ó, hogy csesznéd meg! Kivédem, miért nem kapom meg? És azért akarta megsemmisíteni az egész világot, hogy véget vessen ennek a ciklusnak. Ami szerintem egy rohadt kreatív remek sztori volt. Na, gyerünk!
Miért egyedül harcol? Áj, nem igaz. Aztán jött a harmadik rész. 13-3. És meghaltam, szuper. Gyönyörű. Harmadik rész, vagyis nem 13-3 volt, hanem Lightning Returns. Visszatért a Lightning. Menő karakter volt a Lightning, viszont igazuk van a kritikusainak, hogy tényleg egy ilyen sótlan, ilyen túl komolykodó karakter volt. Erre a harmadik részre kitalálták, hogy most ez komoly, visszarakott a videók elé. Hát ezt nem hiszem el. Ha, jó van, nincs több videó. Igen, és erre kitörölték a személyiségét a harmadik részből, ami nem nagyon volt, úgyse. Szóval ebben valóban jogos volt a kritika. Viszont, ami nagyon tetszett, hogy előjött a valódi történet. Tehát három részel egybe azt kell mondanom, hogy így már értem a koncepciót, így már van értelme az első résznek is. Így, hogy az istennő volt a gonosz, akit le kellett győzni, akitől minden mágiát kaptak. Mondjuk elspoilereztem, bocsánat. Talán úgy is játszott azzal ma mindenki. És ezzel így már volt értelme ennek, hogy a jutalom is rossz, meg a büntetés is rossz, akkor minek küzdenek. Tehát elcseszett világról volt szó. Nem tudom, miért nem kapom meg a... Ja, tedd meg. Most mi a büdös franc volt ez? Tele volt még az erőm. Nyomtam a védekezést, hát ez elképesztő. Szóval a Final 13 nincs jól megírva. Eléggé igénytelen gagyi az első rész története. A másodiknak a háttérsztoria jó, minden más gyenge. De egybe a trilógiát nézve úgy van értelme, úgy már nem rossz az egész. És elbújt a mocsok. Remélem most eltalálom. Veszélyes ez a rohadék. Mi a franc? Visszatöltötte az erejét. Fantasztikus, megint belassult. Ah, szuper, meghalt. Mehetnénk már végre egy lenti területre. Hú, ez a Doom, ez egy szeméttámadás. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy elkezd visszaszámolni, és ha addig nem ölöm meg a mocskot, akkor meghalok. Szóval nagyon kedves tőle. Azt szoktam elcseszni, hogy kombót csinál. Ah, és ezzel ellen nem lehet védekezni. De jó van. Na most viszont elhasználok egy potiont. És pont eltalál megint. Egy ütés kéne, egy ütés, cseszd meg.
Ügyes vagyok. És aztán abba hagyom a védekezést, mert azt hiszem, hogy végzett, de nem végzett, mert van még egy ütése. Ez mondjuk nem csak erre a játékra jellemző, a legtöbb játékban ezt bénázom el. Nagyon menők ezek a kivégzések. Tehát... rohadtul tetszik ennek a játéknak a harcrendszere. És megint egy átvezető. Annyira lassú, annyira lassú.